A magyar lakosság felvidékről való kitelepítésének kezdőnapját országgyűlési emléknappá nyilvánította. Ebből az alkalomból tartjuk mai tatai megemlékezésünket is, amely a Szőgyénből kitelepítettek emléktáblájánál történt koszorúzással kezdődött. Mostani városházi rendezvényünket Radis Afrodité, a tatai református gimnázium diákjának éneke nyitotta. Most átadom a szót Mihály József polgármester úrnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Mi nem ma kezdjük a megemlékezést Felvidékről való kitelepítésről, hanem sok-sok esztendeje tehetjük ezt a megemlékezést részben kényszerből, mert hogy városunk és Szőgyén úgy fűződött össze a történelem akaratából, hogy az erről való gondolkodást és az erről való megemlékezést nem ma kell kezdenünk. Mégis nagy öröm és megelégedettség tölt el bennünket annak okán, hogy a Magyarországgyűlés úgy ítélte meg, hogy külön határozatban is foglalja a mai dátumot, és kezdeményezze azt, hogy évről évre ezen a napon lehetőség szerint ne csak azok, akik közvetlenül érintettek, hanem minden magyar gondoljon arra az eseményre, amikor ezen a napon bevagonírozták, vagy teherautóra rakták, és elindították a kis Magyarország felé felvidéki honfitársaink nagy részét. Személyes kötődésem is van nem ehhez a történethez, hanem a még korábbihoz, hiszen Trianont követően a megalakult Csehszlovákiából már akkor is sokan kényszerültek, vagy akarattal jöttek át a csonka Magyarországra. Így Fáncsik nagyapám is a családjával, aki patikusként szolgált volna, szeretett volna tovább szolgálni ott a felvidéki Léván, aztán Nagysallón, de mivel nem volt hajlandó aláírni a csehszlovák állampolgársági esküt, ezért megvonták tőle az élet feltételeit, és ezért átkényszerült, és át is jött Magyarországra. Az a közös történelem, ami felvidéki honfitársainkkal összefűz bennünket, az nagyon sokak szemében a mai napig is olyan erős szálka, amely a lelkiismeret furdalásból eredően nyúzza és nehezíti ma is sokaknak a gondolkodását és az életét. Mindazokért, akik úgy gondolják, hogy ez így helyes, de folyamatosan érzik mögötte mégis azt, hogy Trianon következtében, II. Világháborút következtében és követően nem biztos mégsem, hogy az akkori történelem, az akkori eleink helyesen döntöttek olyan politikai kérdésekben, amelyek sok-sok családnak, sok-sok nemzedéknek az életét keserítették meg, tették tönkre. Ma, 2013-ban erre emlékezve nem tehetünk mást, mint hogy előrefelé tekintünk.
ezen az alapon állva, ebből újra és újra csak azért is erőt merítve előrefelé kell tekintenünk, és kezdve elsősorban azzal, hogy a gyermekeinket arra tanítjuk, egyáltalán megtanítjuk nekik tisztességesen a történelmet, és ezért öröm, hogy ezen a mai megemlékezésünkön Tataváros Diák Önkormányzata is képviselteti magát, és itt vannak személyesen legalább jelképezve a tatai ifjúságot, a fiataljaink. Ezért öröm, hogy a Szőgyénből átkerültek, jó szívvel vették a megszólítást, a meghívást, és ott voltak Szőgyéni utcában az emléktáblánál való rövid megemlékezésünknél, és itt vannak most is velünk. És ezért öröm, hogy felvidéki testvéreink, barátaink itt vannak ma velünk Szőgyénből, és együtt gondolkodhatunk közösen a múltból való megerősödéssel a jövőről. Azt gondolom, a feladatunk nem más, mint amit milliószor már hangoztattunk és elmondtunk, de nem lehet elégszer. Ezért kell újra és újra összegyűlnünk, ezért kell újra és újra végig gondolnunk azt, hogy miből mi származik, miből mi fakad, és ma ahhoz, hogy előre tekintve egy olyan békés közösséget építsünk itt a Kárpát-medencében, amely gyerekeinknek lesz az otthona, ezért van szükség arra, hogy újra és újra ünnepelve, emlékezve végig gondoljuk a múltat. Én azt remélem, hogy az Európai Uniónak legalább ez az egy ígérete valóra válik, hogy a határok elmosódnak a nemzetek között, az országok között, és ez az elmosódáshoz vannak is eszközök, amelyeket bátran kell használnunk. Ilyen eszköz például a testvérvárosi, testvérbarátsági lehetőség. Ilyen eszköz az a gazdasági kapcsolatokat erősítő program, amelyet az úgynevezett EGTC, amiben 3 felvidéki településsel és 4 Komárom-Esztergom megyei településsel közösen hoztunk létre, és amiben keressük azokat az utakat, hogy hogyan tudjuk gazdaságilag a társadalmi közösségeinket újra és újra összehozni és erősíteni. Ilyen eszközök azok a pályázati lehetőségek, amelyeket mi is igyekszünk kihasználni, és az unió pénzéből tábort szervezünk felvidéki gyerekeknek, vagy itt, vagy oda át. Versenyt hirdetünk meg nekik a magyar irodalom nyelvtan ismereteikben. És így tovább folytathatjuk a sort. A legfontosabb üzenete mindezeknek is az, hogy nem felejtenünk nem szabad, hanem cselekednünk kell. Vagyis, hogy újra és újra kitalálva újabb és újabb programokat, lehetőségeket, és nem csak nekünk, mint városnak, hanem a családoknak, helyi intézményeknek, mint ahogy például Református Gimnázium szép példát mutatva minden március 15-ét felvidéken ünnepelve, legalább 4-szer eljuthat minden református gimnazista az élete során úgy felvidékre, hogy oda valamilyen alkalomból ment, valamilyen ünnepre ment. Valami olyat érezhet meg, hogy az ő vérei ott is várják és szeretik, és együtt közösen ünnepelhetik meg a közös szabadságharcunkat. Ennek a folytatására gondolom, hogy helyes ez az emléknap, ez a megemlékezés, és mi tataiak azt remélem, hogy ebben elsősorban önmagunknak példát mutatva és a gyerekeinknek, utódainknak, tatai ifjúságnak segítséget adva és kezet nyújtva, lehetőséget biztosítva folytatjuk ezt a testvérbarátságot, ezt az emlékezést és ennek a köztünk lévő határnak a tovább halványítását. Ebben segítsen bennünket a Mindenható. Rendezvényünket megtiszteli jelenlétével Berényi Kornélia, városunk külhoni magyarságáért díjas díszpolgára, aki elsőként Mécs László felvidéki papköltő versét mondja el, és Szarka Andrea, a szőgyéni Iglice Néptánc Együttes vezetője, a Csongrádi Lajos Alapiskola igazgatóhelyettese is. Kérem, hallgassák őket szeretettel. Hazám, hazám, csendes hazám, bárcsak határidat,
Még azt mondják, nem a füstje, még azt mondják, nem a füstje. Ej, mert a nagy hegyeknek ködje, mert a nagy hegyeknek ködje. Én Istenem, rendelj szállást, már meguntam a bódorgást. Ej, a bódorgást, a vándorlást. Az idegen földön lakást. S arra kérem Istenemet, arra kérem Istenemet, ej, hogy el ne hagyjon engemet, hogy el ne hagyjon engemet. Itt élek a hajdani felvidéken, fehéren és kéken. Fehéren, mint a szűzmária fátyola, és kéken, mint a ma született viola. Bárányfehér virágú ezer jó füvet vetek, hogy meggyógyuljon beteg szívetek, és csupa-csupa ne felejtsek el, hogy soha, soha ne felejtsetek. Gyerekkorom kottáját fütyörészem, felnőtt szívvel, de kamaszos merészem. Füttyön fehér, mint a sárkány feletti diadal, és kék, mint a bánat erdő feletti ég pacsirtadal. Mutassátok meg ellenségemet, véres kezét nem csókolom-e meg. Ki is uralkodik most dicsőségesen? Nézd már, nem jut eszembe neve sem. Vagy úgy, igen, nem számít. Ez az átmenet. Megváltottam már az útlevelemet. Az útlevelem Mennyországba szól. A vándormadár útját tudja jól. Folyó mentén megyek, mint vándormadarak. Kertem alatt a régi kék paradicsompatok folyik, csak dús férfi folyó lett, jajgáton szűr, tiszta. A part mentén föl-föl, könnyen találok vissza az elveszett paradicsomba. Eltűnt gyermekkoromba. Ballagdálok majd fehéren és kéken, a borzalmakkal telített vidéken. Gyermekkorom kottáját fütyörészem, ha kell, mártír halálra készen, az egyre sűrűbb és átkosabb ködön át, és kristályosra egyszerűsödve. S ha olyan leszek, a kisdedek, a Mennyországba játszva lennek. Nincs már. A Selye János Egyetem tanárképző karának tanára előadásának megtartására. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt szőgyéniek, egykori szőgyéniek, mai szőgyéniek, tisztelt tatai emlékezők, kedves diákok. Egy olyan előadásra vállalkoztam, amely előadásban megpróbálom a történetet és az emlékezetet. 60 évvel, 66 évvel ezelőtt történteknek az emlékezetét is megidézni, és azt a tanulságot, vagy azokat a tanulságokat is, amelyek minden egyes ezt az eseményt megélt ember fejében körvonalazódhatnak, és a mai fiatalok számára feladatokat jelentenek. Nagyon örülök annak, hogy képviselő úr, Varga András képviselő úr ott kint a Szőgyéni utcában a megszépítő emlékezésről beszélt. Tehát ugye a történelem 60 évvel a megtörténtek után bármilyen szörnyű is és bármilyen dráma is volt, mára tulajdonképpen bennünk összeállt, ma itthon érezzük magunkat ebben az országban, és akik otthon maradtak, boldogok, hogy otthon maradhattak. És itt rögtön előre szeretnék bocsátani egy dolgot is, hogy önök, akik végül is a vagonba kerültek és áttelepültek, kitelepítették önöket Magyarországra,
Önök tulajdonképpen megváltották annak az otthonmaradó 600 ezernek a lakhatási engedélyt. Önök voltak az áldozat, amelyet ennek az országnak is vállalnia kellett, hogy ne kergessenek el bennünket úgy, mint 800 ezer szudétanémetet ebből a kiváló Csehszlovákiából. Ez a lakosságcsere egyezmény volt az ára annak, hogy belementünk, tudatosan belementünk egy zsákutcába, vállaltuk a magyarországi szlovákokkal való cserét, és ennek fejében Csehszlovákia lebénult, és nem tudta végig hajszolni a németekhez hasonlóan a magyarok teljes száműzését és teljes kikergetését. Nagyon fontos, hogy ez bennünk így maradjon meg, és úgy maradjon meg, ahogy Csóri Sándor szokta fogalmazni, hogy kinek volt igaza, Bartók Bélának, aki Amerikáig ment, vagy Kodálynak, aki itt maradt, és Csórinak a válasza az, hogy mind a kettőnek igaza volt. Akik otthon maradtak, azoknak az igazsága legalább ugyanakkora, mint a mi igazságunk, akik átkerültünk Magyarországra. Ezeket a bevezető gondolatokat azért mondtam, mert hogy a történelem sokkal összetettebb annál, mint ahogy azt az iskola könyvekbe, abban a pár sorban bele tudjuk írni. Mára legalább 10-12 kötetünk van, ami ezt a történetet föltárja. A Fehér Laposok című könyv, amiben a Dunántúlra kitelepített felvidékiek jelentek meg, negyedik kiadásban fog nem sokára megjelenni László Péternek jóvoltából. Kiadtuk a forrásokat, a jogfosztó jogszabályokat, kiadtuk az emlékezetből, tehát az emlékezetről szóló 130 interjút, és itt Komáromban 2003 óta folyamatosan minden évben megszervezzük a kitelepítettek és a deportáltak emléknapját kint a várban. De nagyon későn kezdtük. És ennek az oka az, hogy a pártállamon belül emlékezni sem volt szabad abban a formában, ahogy mondjuk a boldogabb nyugat-európai tájakon. Már réges-régen eljutottunk volna odáig, hogy ma ide bátran bemernénk hívni azokat a nyomorult szlovákiai vagy magyarországi szlovákokat, akiket becsaptak azzal, hogy azt ígérték nekik, hogy a Kánaánra mennek, és helyette a mi házainkba költöztek. Ma már meg tudnánk velük is békülni, és mi szőgyéniek, meg mi szeliek, én azt tudnánk mondani, hogy nem szabad velünk játékot játszani a nagypolitika szintjén. Mi vagyunk annak a megmondói, hogy a lakosságcsere az egyik legocsmányabb történeti játék. Nem érdemes az embert, mert nem fa és nem bokor, nem érdemes csereberélni. Az ember valahova született és ott kell élni. 1947-ben, ugyanígy pár nappal húsvét után, a szlovákiai magyarsága a legszudarabb, a leghidegebb telét élte meg. És a szőgyéniek, a megmondhatói, hogy azokban a hideg vagonokban, ahova tucatjával vitték el Csehországba a deportálásra ítélt szőgyéni magyarokat, és velük együtt további 40 ezer embert. Ez a szörnyű akció tulajdonképpen a csehszlovák hatóságok kétségbeesését tükrözte. Hiszen egy évvel korábban, 1946. február 27-én Gyöngyösi Jánosnak alá kellett írnia azt a lakosságcsere egyezményt, amivel elmehettünk a Párizsi Békekonferenciára, és fölmutathattuk, hogy Magyarországon semmi nem múlik, de hagyják abba 700-800 ezer szlovákiai magyarnak a terrorizálását, adják vissza a csehszlovák állampolgárságot, adják vissza a vagyoni jogaikat, a nyelvi jogaikat. Tehát Magyarország ezt az áldozatot fölmutatta a világ népes, a világ közvéleménye előtt és a békekonferencia előtt. És mögénk álltak az amerikaiak, mögénk álltak a britek és az új-zélandiak, és lesöpörték a rettenetes erős szovjet támogatást élvező csehszlovák követelést, hogy minden magyart, aki a reszlovakizáció után fennmaradt, azt a 200 ezret, azt egy oldalon kitelepíthessék. Magyarország tehát egy ponton a békekonferencián 1946. szeptemberében győzni tudott az amerikaiaknak, a briteknek és az új-zélandiaknak és önöknek, az áttelepítetteknek köszönhetően. De nem indították el, nem tudták elindítani az áttelepítést, mert a csehek nem voltak ezzel kibékülve, és persze a szlovákok sem, és úgy gondolták, hogy nekik a teljes népességet kell kicserélni. Ha belegondolunk abba, hogy milyen viszonya van az emléknek és az emlékezetnek és a történelemnek, akkor azt mondhatjuk, hogy ahány ember, annyi emlék él bennünk.
Van Galánta mellett egy falu, Feketenyéknek hívják. Ott az interjú alanyaim elmondták, hogy miután őket is nagyon megvárakoztatták, mint a főgyénieket, hiszen önök közül is nagyon sokan csak 48-ba kerültek ide, és naponta megalázták őket a helyi komisszárok és a helyi partizánok, a szlovákok. Tulajdonképpen kétségbeesésükben úgy várták már a kitelepítést, mint a menekülést Egyiptomba. Tehát úgy várták már, hogy szombatonként összejöttek, és Máriás zászlókkal a templom körül a magyar himnuszt énekelve könyörögtek az Úrhoz, hogy hozza ki őket már Egyiptomból, a csehszlovák Egyiptomból, és vigye őket a szabadulás földjére Magyarországra. Pár faluval odébb Taksonyban, viszont máig úgy él az emlékezet, hogy az olyan volt, mint egy kollektív temetés. A szőgyéniek, akik esetleg még gyerekkorukban ezt átélhették, pontosan tudják, hogy azokban a nagy, gyalulatlan deszkákból összeácsolt ládákba, ahova be kellett rakni a törékeny edényeket, az ágyneműt, az élelmiszert, hiszen mi mindent hozhattunk magunkkal. Ne felejtsük el, hogy Gyöngyösi nem áruló, hanem Gyöngyösi kihozott bennünket teljes vagyonunkkal. Nem úgy, mint innen kergettük el a svábokat 50 kilós csomagokkal. Tehát ez is végtelenül fontos, hogy mi úgy jöhettünk ki, hogy mindenünket kihozhattuk, ami ingóság volt, mindenünket, az állatainkat, a kutyáinkat, mindent hozhattunk magunkkal. De a taksonyiak emlékezetében ez mégis azért maradt meg temetésnek, mert mindenhol, mintha ácsolták volna a koporsót minden udvaron, mindenki zokogott, amikor el kellett jönni Taksonyba. Ez a két példa is mutatja, hogy micsoda szélsőséges végletek maradtak meg a fejünkbe, nem is beszélve a csehországi deportálásoknak az emlékezetéről, ahol az egyik legáltalánosabb kép, hogy úgy válogatták a szüleinket, mint a rabszolgákat a rabszolgapiacon, de vannak ma is családok, akik visszajárnak, mert tisztességes, böcsületes csehgazdákra találtak, akikkel jól éltek, akik munkát adtak és házat adtak nekik. Sokféle tehát az emlékezet és sokféle a történelem is, és nekünk ezért nagyon fontos az, hogy mi ezzel a történelemmel megbékéljünk és hagyományt teremtsünk, úgy, ahogy az országgyűlés ezt a törvényt becikkelyezte, nekünk is kötelességünk az emlékezet, de nem azért, hogy haragot és gyűlöletet hordozunk a keblünkben, hanem azért, hogy megbocsássunk. És ezt a megbocsátás művén dolgozzunk. Szeretném önök előtt egy pillanatra fölvillantani a doberdói és az isonzói magyar bakáknak az emlékezetét. Ott, ahol szurony rohamokkal ember az ember gyilkolta. Mikor 80 évesek lettek, akkor Magyarország is kiengedte a doberdói hőseinket, oda a sírokkal övezett, 100 000 sír veszi, aki járt Buríciában, pontosan tudja, hogy miről beszélek, és ott az isonzó folyóba egymásnak ölelkezve a korábban egymás gyilkoló olasz, osztrák, német, magyar bakák egymással ölelkezve dobálták bele a virágokat az isonzó folyóba. Bennünk mi nem gyilkoltunk, mi csak ellenvonatokba ültünk. Szobon a vonatunk találkozott esetleg azzal a vonattal, aki a mi falunkba ment. A megbocsátás tehát ott kezdődik, hogy belátjuk, hogy az a nyomorult, aki az ellenvonatba ült, ő sem önszántából, ő sem önként és dalolva ült be a házunkba. Az emlékezet tehát így válhat tradícióvá, hogy van egy magasabb rendű értelme a történelemnek. Kosári Domokos ezt úgy fogalmazta meg, a nagyhírű magyar professzor pár éve halt meg, hogy ostoba az a nép, aki tartósan haragban marad a világtörténelemmel. Nem lehet a világtörténelemre haragudni, a világtörténelmet meg kell érteni, és a történelemből le kell vonni a konzekvenciáinkat. Ez az udvardi szobor, ugye egy pompás emlék, a hűségnek az emléke, hogy mi akkor is hűek vagyunk a szülőföldünkhöz, ha távol vagyunk tőle. Václav Havel, a nemrégiben elhunyt csehszlovák elnök, képes volt ezt a megbékélési művet a németekkel véghez vinni. Kohl kancellár és Václav Havel meg tudtak egymásnak bocsátani, pedig 3 millió németet kergettek el, a brüni 30 000-es, a brüni Morva főváros 30 000 németjét halálmenetben gyalog vitték ki a határra, semmi nélkül, és ezek után képesek voltak ez a két államfő megbocsátani egymásnak. Zárójelben jegyzem meg, hogy most talán van némi halványsugár, hogy ezzel a testvéri szlovák nemzettel képesek leszünk megegyezni, hogy képesek lesznek bocsánatot kérni tőlünk. És akkor kérem önöket is, szőgyénieket is, hogy segítsék ezt a megbékélési munkát, mert Európában szánalmas az, hogy ez a két
rokon nemzet, amely ezer év óta együtt él egy országban és Közép-Európában, nem tud megbékélni. És önök ennek a megbékélésnek fontos hordozói lehetnek, ha elfelejtjük azokat a megaláztatásokat és ha bocsánatot kérnek tőlük. A történet az négy szálon fut. Egyrészt 1943-ban, tehát kerek 70 évvel ezelőtt a londoni csehszlovák kormányban, a londoni csehszlovák kormány katonai kabinetirodájában kidolgozták azt a tervet, hogy a németekhez hasonlóan a felvidéki magyarságot hogyan kell katonai erővel 3-4 héten belül a területről elűzni és átkergetni Magyarországra. Ki voltak jelölve, megmaradtak a dokumentumok, hogy a Dunán hány ponton hidat kell építeni, hogy az Ipoly hidat még mielőtt lerombolták volna, hány Ipoly hidat hogyan kell igénybe venni. Ki volt jelölve, hogy mely falusi településeken hány szekérre fér föl hány magyar család, és a kisvárosokban, ahol nincsenek szekerek, katonai eszközökkel kell fölgyorsítani azt a folyamatot, tehát nem csak gyalogos halálmeneteket kell tervezni. És ennek az akciónak a lényege, hogy a Szoboda-féle Szovjetunióból érkező csehszlovák hadsereg kövessen el olyan terrorcselekményeket, mint amilyeneket Csehország szerte elkövettek a németekkel, hogy ijedjünk meg, rettegjünk és meneküljünk. Ez a forgatókönyv két esetben lett kipróbálva, éppen az udvardiakkal és a Rimaszombat környéki gömöri kis településekkel, akiket átraktak a magyar-szlovák határvidékre, és ott 800-an éltek vasútállomások környékén palesztin jellegű menekült táborokban. Magyarország azonban ekkor már a nagyhatalmak biztatására, főleg az amerikai követ biztatására nem fogadta be a menekülteket, mert tudta, hogy abban a pillanatban elindul a lavina. Azok az emberek, az udvardiak, meg a Rimaszombat környékiek, azok megtapasztalták, hogy milyen az az igazi menekült lét. Mi is megtapasztaltuk, amikor tologatták a vagonjainkat Tata és Komárom között, vagy lent Bonyhád és az ottani közeli vasútállomások között, de tudtuk azt, hogy előbb-utóbb házunk lesz. A második forgatókönyv, ami a csehszlovák kormánynak a fejében megfogant, szintén régebbi keletű, ki kell cserélni a magyarországi szlovákokat a szlovákiai magyarokra. Ennek a cserének az volt a hátterében, hogy Magyarországon legalább 500 ezer magyarországi szlovák él. Végeztek is különféle számításokat, és a holt lelkeket is megszámolva, a régen elmagyarosodott szlovákokat is megszámolva, eljutottak 430 ezerig, tehát az már egy igen tisztességes nagy szám. Ez a szám is azonban hamisnak bizonyult, mert összesen 110 ezeren jelentkeztek a magyarországi szlovákok közül áttelepülésre, és amikor végül is nekik is be kellett volna szállni a vonatba, amikor el kellett volna hagyni anyjukat, apjukat, amikor ott kellett volna hagyni a házukat, akkor végül is 80 ezeret lehetett rábeszélni arra, hogy szálljanak föl a vonatokra. Ez a lakosságcsere azonban, ahogy jeleztem is, megkerülhetetlen volt, mert ha Magyarország megmakacsolja magát, valószínűleg Potsdamban, ahol a nagyhatalmak döntöttek arról, hogy megengedik a cseheknek, hogy kivigyék, kikergessék a 3 millió németet, valószínűleg Magyarország is így járt volna. Azzal, hogy a jó szándékunkat jeleztük, hogy ahol lehet, megegyezünk, ezzel megúsztuk ezt a legnagyobb büntetést, a legnagyobb kitelepítést. Volt egy harmadik akció is, ez a reszlovakizáció volt. Sokan, akik Magyarországra áttelepültünk, úgy gondoljuk, hogy csak a hitvány magyar dönthetett úgy, hogy reszlovakizált. Ne felejtsük el, amikor hitvány emberekről beszélünk, 430 ezer sorstársunkról beszélünk. A szlovákiai magyarságnak kétharmada választotta legkisebb rosszként azt, hogy az erőszaknak engedve magát szlovákká nyilvánítsák. Ők magukat szlovákká nyilvánítsák. Ez egy kényszer volt, és ebben a kényszerben ma is mindenkinek ezt kellene döntenie. Átmenetileg meg kell alkudnia azért, hogy helyben maradhasson, mert a történelmet könnyebb helyből javítani, mint messzire száműzve. Volt egy ellenálló bizottság, a Csehszlovákiai Magyarok Népi Demokratikus Szövetsége, Arany A. László pozsonyi nyelvész vezette, és református és katolikus lelkészek és diákok szervezték, és szoros összeköttetésben álltak Esztergommal, Mindszenty Bíborossal.
Mindszentit, mikor letartóztatták, akkor megtalálták ennek a kapcsolatnak az elemei, a dokumentumai, többek között a Gyepű hangja és az Észak Szava című illegális lapokat. Az Észak Szava című lapnak a harmadik, negyedik számában megjelent egy dokumentum a reszlovakizációról, és ebben azt kérték a Magyar Rádiótól, a magyar kormánytól, hogy naponta mondja be, hogy a felvidéki magyarok reszlovakizáljanak, hogy helyben maradhassanak. És leírták, hogy ilyen erkölcsi nyomás alatt a szlovákiai magyarság számára ez az egyetlen létező reális út. Hogy ez egy kényszer volt, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy 1960-ra a reszlovakizálta 95%-a újra magyar nemzetiségűnek vallotta magát. Tehát ezt is nagyon szerencsés magunkban fölülvizsgálni azokat az előítéleteket, amely a reszlovakizációba belekényszerített 400 ezernél is több szlovákiai magyarral kapcsolatosan máig él a fejekben. Nincs ember, aki tőlük bocsánatot kérjen, pedig ez lesz az első dolog, amit ettől a szlovák kormánytól számon kell kérni. Hogyan süllyedhettek olyan mélyre, hogy az emberek nemzetiségét kötelezően az otthonmaradást feltételezve, vagy annak feltételéül szabva szlovákká nyilvánítottak ennyi embert. És végül volt egy döntő mozzanat, amikor a békekonferencián a csehszlovák elképzelések sorra buktak, és ezt követően, mikor 47. február 10-én aláírták a békeszerződést, a magyar békeszerződést, azt követően Magyarországnak engednie kellett, és április 12-én egyszerre két helyen, a diószegi vasútállomáson és Léván, a lévai vasútállomáson elkezdték berakodni a környező falvak magyar népességét. Skultéti Csaba szemtanúja volt a Léva környéki berakodásoknak. Rögtön az első napon egy garampáldi parasztember fölkötötte magát a saját lakásába, így tiltakozva ezen a szörnyűség ellen. Ott egy napra leállították. A Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság minden településen, ahol elkezdődött a lakosságcsere, jelen volt. Tehát Magyarország jelen volt, és felügyelte, hogy betegek, vakok, várandós anyák nem kerülhettek vagonba. Tehát rendezetten, és azt figyelték, hogy mindent elvihessenek magukkal az emberek. Voltak, ahol az ablakfélfát is kiszedték, és azt állították, hogy az építkezési anyag is, elhoztuk az ablakfélfát is, vagy az ajtófélfát is. Azt mondhatjuk, hogy a globális megoldás, mint a teljes megoldás, amiben tehát a csehek megpróbálták felszámolni ezt a 700 ezres szlovákiai magyarságot, csak egy töredékében sikerült. Ez a töredék mi vagyunk, és ez a töredék tulajdonképpen ma a legfontosabb emlékező közösség. Ez az emlékező közösség, amely pontosan tudja, hogy az emlékezeti nappal nincs vége a történetnek, kölcsönös bocsánatkérésekre, de elsősorban szlovák bocsánatkérésre van szükség, azt követően pedig a még élőknek, akik itt nem kapták meg ugyanazt a vagyonhányadot, amit otthon, azok számára jóvátételre van szükség, amelyet ráadásul Magyarországnak kell fizetnie, hiszen a csorbatói egyezményben Magyarország javára lemondott Csehszlovákia háborús jóvátétel még fennmaradó összegéről, Magyarország pedig vállalta, hogy kárpótol bennünket, amennyiben nem jártunk legalább ugyanolyan jól, mint ahogy otthon voltunk. Néhány ezer emberről van szó, akik nem kaptak ugyanakkor a házat, nem kaptak ugyanakkor a földet, az ő számukra az életjáradékos megoldás már harmadik, negyedik alkalommal dolgozza ki az országgyűlés egy-egy tagja ezt a jóvátételt, reméljük, hogy ez a megoldás is meg fog születni. Kicsit felgyorsítva a történetet, a történet mögött természetesen ott van egy homogén szláv nemzetállam, a csehszlovák nemzetállam, amely tehát nem valósult meg, és ott van a mi emlékezetünk különböző formákban, ott vannak a jogszabályok, a benesi dekrétumok, amelyek mára már valójában nem érvényesek, de nem merik visszavonni. Most az is fölmerült, ugye a szlovák külügyminiszter Milan Lajcsia mondta, hogy minden további nélkül Szlovákia le tud mondani a benesi dekrétumokról, egy olyan ellentételezésért, hogy Magyarország nem fog nagy tömegben olyan pereket indítani, vagy magyarországi állampolgárok nagy tömegben, amelyek elbizonytalanítanák az otthoni vagyonjogi helyzetet. Miután már Szlovákiával szemben nagy vagyoni kártételeink csak a református egyháznak lehetnek, csak a pozsonyi Masaryk Akadémia épülete az egyik ilyen utolsó utáni szimbolikus hely, amit vissza kell, hogy kapjunk egyszer Pozsony főterén,
és azok a fönnmaradványok, amelyeket a mi hanyagságunk miatt nem szereztünk vissza az elmúlt 15-20 évben, hiszen kétszer nyitották meg a kárpótlási lehetőséget. Ezeket a dolgokat rövid úton szerintem zárni lehet, és akkor eljöhet egy rövid 2-3 éves egyeztetés után a megegyezés. Ki volt a német és ki volt a magyar? Ebben a helyzetben a kollektív büntetés az egyik legszörnyűbb története, résztörténete ennek az egész lakosságcserés folyamatnak. Ugye ma azt szokták mondani, hogy amikor szlovák kollégákkal vitatkozunk, akik ma is képesek könyvben is leírni, hogy a lakosságcsere az ugyanolyan igazságos megoldás volt, mint a bécsi döntés határvonala, tehát kölcsönösségen nyugodott, és hogy tulajdonképpen egy erős lépés volt abban az irányban, hogy a nemzetállamok valóságos nemzetállamok legyenek. Ugye ezt a logikát az ember nem igazából tudja osztani. Ma tudjuk azt, hogy Közép-Európa minden nemzetállam, a sok nemzetiségű nemzetállam, ebben az országban is a 2-3 hete közreadott népszámlálásnak köszönhetően tudjuk, hogy több mint 500 ezer olyan állampolgárunk van, aki magát nem csak magyarnak tartja, hanem valamelyik nemzetiséghez is tartozik. Tehát még Magyarországon is minimum 5%, de ha a cigány polgártársainkat is mind sorra megszámoljuk, és eljön az a pillanat, hogy ők is büszkén vállalhatják a cigányságot, akkor akár 1 millió olyan magyarországi állampolgár is lehet, amelyik egy másik nemzethez, nemzetiséghez tartozik. Tehát nekünk ezzel a realitással a tudatunkban kell követelnünk azt, hogy a kollektív bűnösségnek az elve egyszer s mindenkorra iktatódjék ki a történelmünkből. Vállalják érte a felelősséget azok, akik vállalták, úgy, ahogy Havel elnök mondta. Le a kollektív felelősséggel, mert egy csecsemő, egy gyermek, egy parasztember, egy asszony, egy pap nem lehet háborús bűnös, nem vállalhat felelősséget. Elképesztő élményeim vannak, hogy legmagasabb rendű csehszlovák diplomatákkal erről a kérdésről még 60 évvel a történtek után is vitatkozni kell. De itt olyan érveink vannak, amely érveket Európa is meghal, de Európa nem akarja ezt a kérdést megnyitni, nem azért, mert hogy ránk magyarokra haragszik, hanem azért, mert a világháborúban az egyik fél győzött, a másik fél vesztett, és mi a vesztes oldalon voltunk, és a második világháború nagy dossziéját sem az Egyesült Államok, sem Nagy-Británia, sem Franciaország, sem a testvéri Lengyelország, sem Szlovénia, egyetlen egy ország nem kívánja megnyitni, és ma már Németország is ott van, hogy nem kíván erről vitatkozni. Ezt is nagyon fontos számunkra megjegyezni, hogy Bajorországban, Münchenben, ott, ahol még 5 éve, 10 éve szövetségesei lettek volna egy harcos Magyarországnak, az unió bővítését követően Németország belátta, hogy ezt a kérdést nem szabad megnyitni, mert beláthatatlan következményei lennének. Hát ezt a statisztikát, ezt ugye azért érdemes megnéznünk, még mielőtt az összegzésre rátérnénk, hogy lássuk azt, hogy körülbelül 220-240 ezer felvidéki magyar volt érintve valamilyen formában a kényszer migrációban, a szülőföld kényszerű elhagyásában. 40 ezer embert plusz 2444 megszámolható embert Szepesből, Eperjesről, tehát azokról a területekről, amely nem magyar jellegűek, Málenki robot keretében kivittek Oroszországba. Az anyaországiaknak, az úgynevezett anyaországiaknak a kiűzése, akiket valóban nem úgy 50 kilós csomaggal, 20 kilós csomaggal raktak ki a felvidékről, és közöttük rengeteget, aki hazament, 20 évnyi magyarországi kényszerpálya után visszatért a bécsi döntést követően a felvidékre, köztük olyan nagyságrendű személyeket, mint Komoróczi Gézát, aki a Kassai Városi Könyvtár, akinek édesapja a Kassai Városi Könyvtárnak az embere volt. Talán ismerik, hogy a kétkötetes magyarországi zsidóság történetének a szerzője, ő maga nem zsidó, tehát egy kassai polgárember. Úgy kergették ki őket, az 5 gyermekes Komoróczi családot, gyalog a határig, Hidasnémetig, hogy amikor odaértek, elnehezülve és majdnem haldokolva a nagyszülők, leborultak a földre és ott zokogtak a földön, amikor először magyar földre léptek.
Tehát ez a 30 ezer elkergetett, 31.780 felvidék vagy anyaországi magyarnak az elkergetése is jelzi azt, hogy micsoda elvadultság volt, és mi várhatott volna ránk, hogyha sikerül nekik véghez vinni a tervüket. A városi magyarok előzéséből Pozsonyból, Kassáról, Rozsnyóról körülbelül 15 ezer embert kergettek ki, fölkínálták számukra, hogy vagy maradnak a koncentrációs táborokban, a Liget falusi táborban például, vagy átjöhetnek Magyarországra. És aki tudta, hogy valahova bejuthat, körülbelül 15 ezeren ezekből a városokból elmenekültek, és a kassai magyarokat terrorizálták is. Pozsonyban csak egy M betűt kellett hordani a karjukon, jelezve, hogy ők magyarok. Kassán kopaszra nyírták őket, a magyarokat, akik nem vonultak be a kényszermunkára, kötelezően ott is M betűs kényszermunkára kényszerültek, és egy tömegpert rendeztek 712 magyarnak a perbefogásával a Salkházban, a főtér lebontott híres nagy kávéházában. A megbízhatatlanok internálása körülbelül 5000 embert érintett, a csehországi közmunka első hulláma 45-ben 9000-nél többet, a mezőgazdasági toborzásra önként jelentkező felvidéki magyarok 1900 embert, a második hullámban, ahol a szőgyényeket is betették a vagonba 46 novemberében, decemberében 41.000 ember ment el gyerekekkel, mindennel együtt, teljesen szabálytalanul. Maga a szlovák katolikus püspöki kar kiadott egy tiltakozást, amelyet nemrégiben közöltünk magyarul is, ahol a zsidók deportálásához hasonlították a szlovák püspökök azt a gyalázatot, ahogy a körbekerített felvidéki magyar falvakból kivitték a magyarokat. A magyarországi menekülésnek körülbelül 20 ezer ember lett az áldozata. Ez főleg a deportálások után elterjedt, hogy Szibériába viszik a magyarokat. És ez volt az a karácsony, 46 karácsony, amikor a Kossuth Rádióban beolvasták, hogy halottak úsznak a Dunán. És mindenki figyeljen arra, hogy a felvidékieket be kell fogadni. Jócsik Lajos kormánybiztos adta ki ezt a nyilatkozatot. És valóban itt Komáromnál beszakadtak a jégen átmenekülők a Dunába, és valóban voltak áldozatok, de Jócsik nyilvánvaló jó szándékkal túlzott azért, hogy Magyarország figyeljen oda, de elindult egy hatalmas nagy menekült hullám. A három év alatt körülbelül 20 000-re becsüljük azokat, akiket aztán a menekültügyi hivatal megszámolt. És végül a lakosságcsere 76 ezertől 86 ezerig terjedt körülbelül a különböző statisztikai számok, hiszen beszámoltak később olyanokat is, akik családegyesítéssel kerültek át. Összesen tehát 220-240 ezer ember szenvedte meg ezt a történetet. Ezekről már beszéltem. Ha megengedik, akkor azzal zárnám ezt a kicsit hosszúra múlt előadást, hogy szeretném jelezni, hogy a történelemnek az a három dimenziója, amiről beszéltünk, a tanítható, a leírt történelem, ami könyvekbe kerül, és vagy olvassák, vagy nem, vagy megtanulják az iskolákban, vagy nem. A hagyomány, amit kőbe vésünk, emléktáblákba vésünk, emléknapokon emlékezünk rá, ez a történelemnek az a szimbolikus része, ami akkor is megmarad belőlünk és utánunk, hogyha mi már nem élünk. Ez az úgynevezett kulturális emlékezet. A generációs emlékezetet tovább tudjuk adni, talán még a dédunokáinknak is, talán. Az unokáinknak még egészen bizonyosan. A kulturális emlékezet viszont az emlékoszlopokban, az emléknapokban megmarad, és figyelmeztet bennünket. De van a történelemnek egy olyan mélyebb emlékezete, ami a történeti emlékezet, ami azt jelzi, hogy ez a magyarság ezer év óta egy közös történeti élménynek a hordozója. A finnugor magány, ahogy az egyik vajdasági magyar író írta. A magyarság itt maga van, egyedül van. És a magyarság tud jó döntéseket hozni, és rossz döntéseket tud hozni. Képviselő utalt rá, hogy a magyarság, ha megfogjuk egymás kezét, akkor általában túléljük még a tatárt is. Az oroszokat is túléltük. Meg sok mindenki túlélünk, de ezzel nem vagyunk egyedül, hiszen minden kis nép a túlélés népe. Mi a határoknak és a túlélésnek a népe vagyunk, népei vagyunk itt mindannyian, hiszen kicsik vagyunk. A magyar történeti emlékezetnek tehát vannak olyan elemei, amelyeket a mi történetünk, a lakosságcsere emlékezete tud erősíteni. Politikailag látjuk, hogy a bocsánat kérés gesztusai késnek.
A szlovákok már mindenkitől bocsánatot kértek rajtunk kívül. Mi is bocsánatot kértünk és jóvátételt adtunk az innen elkergetett németeknek, annak a 250 ezernek, akit ostoba fejjel a kollektív bűnösség elve alapján a magyar kormány elkergetett Magyarországról. A holokauszt emléknapjai egymást érik, és próbáljuk meg különbséget tenni, tehát nem végül is bennünket nem égettek el. Mi csak vagonokba kerültünk. A zsidóság áldozata sokkal pokolibb, nagyobb áldozat volt, de a kettőnek mégis van rengeteg üzenete. És ez az üzenetnek a legfőbb értéke az, hogy minden nemzet értéket hordoz. Minden nemzet az Európai Unióban is egy külön érték. És akkor, amikor néha elégedetlenek vagyunk az Unióval, ezt böcsüljük meg, hogy az Unió egyik legbiztosabb lába az, hogy a nemzeti kultúrákban gondolkodik. Hogy a magyar nyelv nem úgy, mint a Duna másik partján, európai egyenrangú nyelv az Unióban. És az Uniótól remélhetjük egyedül, hogy a Duna másik partján, a Lipoly másik partján is a magyar nyelv ugyanolyan európai egyenrangú nyelv lesz, mint ott Strasbourgban és Brüsszelben. Tehát azt gondolom, hogy az igazi jó döntéseket nem újabb háborús konfliktusok jelentik. A magyarság, ahogy Németh László megfogalmazta, a történelméből azt tanulta meg, hogy nem szabad többet háborúzni, hiszen egyedül vagyunk. Kicsik vagyunk és kevesek vagyunk. És ennek az egész hosszú történetnek, 45-48 történetének ez az egyik legfontosabb üzenete, és az kiengesztelődés. És ha megengedik a hosszú leírt szövegemből ezt a részt, szíves engedelmükkel a befejezésképpen fölolvasnám, hogy mi az, amiben én a saját szülőfalumban a családomnak egyharmadát telepítették Baranyába és Tolnába, tehát pontosan tudom, hogy miről van szó. Most temettük el az utolsó nagynénémet a Völgységben. Tehát tudom, hogy a kisvejkei svábok helyére, a teveli, a zombai svábok helyére betelepített felvidéki magyarok mit éltek meg a 20. század második felében, és tudom azt, hogy mit jelentett az én nagyanyáimnak, az önök nagyszüleinek az, amikor sem az unokáit, sem a gyerekeit nem láthatta minden nap. A nagy történelem és a családi emlékezet a háborús logika folytatását képviselő győztes nagyhatalmak, a megkergült bosszúálló nemzetállamok elképzelései jó részt kudarcot vallottak, és ez alapvetően ránk igaz. Nem igaz az, hogy ne telepítettek volna ki, de a többség otthon maradhatott. Európa országai ma is többségükben soknyelvű államok, és a kisebbségi jogok kiterjesztése, ha lassan is, de folyamatosan halad előre. Gondoljunk vissza, hogy mi volt itt 20 évvel ezelőtt a másik parton. Aki nem látja a haladást, az türelmetlen. A vagonokba rakott szülőföldjükről elüldözött, vagy nemzetiségük megváltoztatására kényszerített kisebbségi magyarok és svábok, magyarok és szlovákok egymás mellé kerülve, egymással jóban és rosszban, együtt élve és dolgozva, együtt szomorkodva és vigadva, egymással házasodva, legyőzték a II. Világháború utáni nemzetállami gonoszságot. Itt környén egy gyönyörű könyv született a környei felvidékiek és a környei svábok együttéléséhez. A tatára került felvidékiek saját történelmi hagyományaikat ápolva, elveszített szülőföldjükre emlékezve, és itt megtalált új otthonukat gazdagítva, a saját példájukkal két dologban adhatnak példát Közép-Európának. A velünk megtörtént történelem emlékezetét fenntartva, a történelmi tudatunkat felmutatva, utalhatunk arra, hogy a fájdalmakkal teli és az elfogult emlékek mára letisztultak, igazi, klasszikus történeti emlékezetté váltak, amelyek tanulságok forrásai. Az elfoglalatlanságra és a tárgyalagosságra kötelezett nagybetűs történelemben a sérelmek és harag helyére már réges-rég a megbocsátás gesztusai kerültek. A Mátyusföldön, a Csalló közben, a Garam mentén, az Ipoly mentén éppen úgy, mint Komárom-Esztergom megyében, ahova áthallatszik a túlparti magyar falvak harangja, vagy éppen Tolnában és Baranyában, a svábokkal, bukovinai székelyekkel, Békésben és Csongrádban, a szlovákokkal és a románokkal, ahol az otthon maradt szlovákok ott maradtak, és a közös élet erejének, folytonosságának, az együttélés gyötrelmeinek, sikereinek a történelmet felülíró tényeit hangoztatják. Azt kérem tehát önöktől, hogy akkor, amikor az első emlékezeti napon önökben nyilván a fájdalom is él, azok, akik ezt megélték, és a többiek, akik együtt élnek a felvidékiekkel, pontosan látják ezt, uralkodjon el bennünk is egyfajta megbocsátás.
Támogassuk ezt a magyar kormányt, amely nagyon sok sérelmen felül túllépve, a nyelvtörvény meghurcoltatásain túllépve, most újra kezet nyújtott a szlovák kormánynak. Támogassuk azokat a képviselőket, akik szeretnék ezt az ügyet lezárni, többek között a jóvátételi törvénynek a teljesítésével is. És akkor azt remélhetjük, hogy egy-két év múlva, amikor megint csak így húsvét után, megint csak így nyíló barackvák között emlékezni fogunk, akkor már a szlovákokkal együtt tudunk kölcsönösen egymásnak megbocsátani. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelettel köszönöm professzor úr tartalmas előadását. Most ismét Szarka Andrea énekel. Az ének szót vers követi. A Magyarságkutató Intézet archívumában a hamarosan elhangzó vers hasább levonata található. Rajta erélyes kézmozdulattal rajzolt nagy X-el, s alatta ugyanazzal a kék ceruzával a tiltás semmi esetre sem közölhető. A vers szerzőjéről csupán feltevés, hogy azonos lehet az 50-es, 60-as években gyermekverseket írt gömöri tanítóval, Gömöri Kovács Istvánnal. Kérem, hallgassák szeretettel Berényi Kornélián. Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek, hosszú út korából köpönyeget veszek. Búval és bánattal kizsinóroztatom, sűrű könnyeimmel kigomboztattatom. Fudd el, jó szél, fudd el, hosszú útnak porát, hosszú útnak porát, az én szívem búját. Nem mondom azt, hogy Isten elhagyott, de ehhez hasonló ijesztően nagyot próbál kinyúlni a szívem. Más sorsra született betyár szabad népünk, s ma mégis visszásan bilincsben élünk a Kárpátok alatt. Ezer éves bölcsőnk altató nótája, a sajó, a rima kacagó zúgása nagy jövőről mesél, s íme mi lett vélünk. Szikláról mélységbe tapogatva lépünk. Sok lenyelt szenvedés, sok keserű szó, sóhajszál ég felé nálunk minden harangszóval. A Duna, a Hernád, minden bús magyarja könnyes szemmel jár kell, s készül a nagy napra, amikor válni kell a kedves kis háztól, temetőben sorzó korhat keresztától. Búcsút int a mező, az ismerős patak, s búcsúzik vidáman az eszerhéj alatt a csicsergő fecske, s nem tudja, nem érti, hogy ma a vén paraszt oly soká merően, komoly ünneplőben, könnyezve mért nézi. Millió Isten veled hangzik itt mi nálunk. Zokogó sírástól vonaglik a válunk. Nem tudjuk a könnyünk senki elé vinni. Csak ha az Istenben nagyon tudunk hinni, lenne számunkra vigasztaló az ének. S ím, a hátunk megett, a bús ősi fészek, valami nagy hittel, borongós reménnyel, sötét éjszakában pislákoló méccsel bízik egy imába. Édes jó Istenem, hát ha valahára zöld gaj kerül föl a vén kapufára,